A tavaly kezdődött pandémiás helyzet az Országos Atomenergia Hivatal munkájára is komoly hatással volt. A Paks 2 létesítési engedélykérelmét éppen feldolgozó szervezet munkatársait már hónapokkal ezelőtt felkészítették a távmunkára. A már meglevő atomerőművi blokkok és a Paks 2-höz kapcsolódó kiszolgáló épületek ellenőrzéseit viszont muszáj volt személyesen elvégezniük a hivatal munkatársainak. Ezért ezeket a rutin feladatokat a járványügyi előírások szigorú betartása mellett teljesítették. 2020 tavaszán itt megoldottuk azokat a műszaki kérdéseket, hogy ellássuk a kollégákat számítástechnikai eszközökkel, illetve megoldjuk az ügykezeléshez kapcsolódó, iratkezeléshez kapcsolódó problémákat, rendezzük a szükséges folyamatokat. Tehát ilyen szempontból ez nem jelentett problémát. Az Országos Atomenergia Hivatal történetének legnagyobb volumenű feladata az új paksi blokkok létesítési engedélykérelmének feldolgozása. A több mint 283 ezer oldalas kérelmet tavaly június 30-án adta be a Paks 2 ZRT a szakhatóságnak. Ezt akkor Süli János, a bővítésért felelős tárca nélküli miniszter jelentette be. A hatóságnak onnantól 15 hónapja volt arra, hogy a kérelmet elbírálja, és ha mindent rendben találnak, akkor 2021 végén a főépület létesítési engedélyt kaphat. A mérnöki mellett nagyon komoly fordítói munkára is szükség volt az iratanyag kidolgozásakor. Tavaly nyár vége óta pedig az Országos Atomenergia Hivatalnál több tucat ember dolgozik folyamatosan az engedélykérelem feldolgozásán. A hivatal létszámából körülbelül 100 fő az, aki foglalkozik ezzel a kérdéssel. Jelenleg vagyunk nagyjából 180-an. Ez egy igen jelentős létszám, aki ide át van csoportosítva. Ezzel párhuzamosan a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szakértői is részt vesznek az engedélykérelem vizsgálatában és feldolgozásában. Az OAH a járványhelyzet miatt az elmúlt hónapokban az online térben tartotta meg a társadalmi tájékoztató programjait, de az idei tervek között egy paksi közmeghallgatás is szerepel, ahol részletesen beszámolnak majd az addig elvégzett munkáról. Mindenképpen lesz egy közmeghallgatás paksi helyszínen. Jelenleg ugye vannak korlátozások a járványügyi eljárásokból adódóan, ahol ez korlátozott. Mi bízunk abban, hogy ez meg fog szűnni, és akkor egy teljes körű közmeghallgatást tudunk majd tartani paksi helyszínnel. A létesítési engedélykérelem mellett a felvonulási épületekhez szükséges kérelmek elbírálását is folyamatosan végzik az OAH munkatársai. Tavaly 10 épületre adtak építési engedélyt, idén januárban pedig további 2-re. A nukleáris engedély kiadása pedig az idei év végére várható. A reaktorépület tényleges építése ezt követően kezdődhet el.